F. Kovács Sándor képviselővel beszélgetünk, miután leadta a szavazatát. Mi a tétje a mai választásoknak országos szinten és karcagi szinten? Hatalmas a tétje. Mondhatnám azt, hogy európai tétje van a magyarországi választásoknak, hiszen Magyarország megmarad-e a józan békepárti gondolkodás mellett és irányítás mellett, vagy belesodródik a háborúba, hiszen vannak ilyen hangok. Vannak olyan hangok, akik azt szeretnék, hogyha Magyarország is egy ilyen ország lenne. Én azt gondolom, hogy a békére és a biztonságra kell szavaznunk, és hát fontos az, hogy megmaradjon az az elért eredmény az elmúlt 10 évben, 12 évben elértünk, hogy a családokat támogatjuk, hogy a magyar vállalkozásokat támogatjuk, hogy a nyugdíjasokat támogatjuk. Én azt gondolom, hogy ebben az irányba kell haladnunk. Tehát Magyarország jövője a tét, Magyarország békéje és biztonsága a tét. 9 órakor beszélgettünk, és már elég sokan jöttek ebben a körzetben is, és folyamatosan érkeznek. Ön szerint magas lesz a részvételi arány? Úgy gondolom, hogy a rossz időjárás ellenére is magas lesz a részvételi arány, hiszen az emberek átérzik azt, hogy sorsfordító pillanatokat éltünk meg, hiszen Magyarország ilyen helyzetben még nem volt. Hiszen 1945 után, amikor a II. Világháború befejeződött, nem volt olyan, hogy igazából komoly háború legyen a szomszédunkban, és nem volt olyan, hogy magyar politikusok szerettek volna akár a háborús konfliktusba a fegyverszállítás, akár magyar katonák küldésén is bekerült. Én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen meg kell akadályozni, és azt gondolom, hogy a józanul gondolkozó magyar emberek is szeretnék ezt megakadályozni. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is! További jó munkát!